Kérdezzék polgármesterüket, dr. Bácskai Jánost 2013-ban is szeretettel köszöntjük Önöket. Elérhetőségeink változatlanok, 218-21-21-es a telefonszámunk, infokukac9.tv az e-mail címünk, és tudják, várjuk a kérdéseket a Facebookon is. Január 29-én van az élő adásunk, ha az ismétlést látják, akkor is bátran hívjanak és írjanak nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm, polgármester úr! Jó estét kívánok a nézőknek is, sok szeretettel. Kezdjük mindjárt egy fajsúlyos témával, vágjunk a közepébe. Ugye a legfontosabb téma itt Ferencvárosban a költségvetés, meg hát a legtöbb önkormányzatnál a költségvetés első fordulóját fogják e héten csütörtökön tárgyalni. Sokat lehetne róla beszélni, sőt egy egész adásidőt ki lehetne tenni. Nyilván ezt azért ne tegyük, de nagy vonalakban beszéljünk, főleg arról, hogy sok minden változik januártól. Ez hogyan hat a költségvetésre? Köszönjük szépen a költségvetést. Jól van? Jól van. Költségvetés jó van. Nyilván nagyon sok minden változás van. Nyilván itt a kormányhivatal, a körzeti járási hivatal, amit kerületi hivatalnak hívunk itt Budapesten és Ferencvárosban is. Ennek a feladatai elkerülnek az önkormányzattól. Tehát mindazok a feladatok, amelyeket nem az önkormányzatnak kell feltétlenül ellátni, hanem erre az állam is be tud rendezkedni. Ezek átkerülnek, tehát ez a bevételi oldalon, központi bevételi oldalon látszik is, hogy ennyivel kevesebb lesz a bevétel, de kevesebb lesz a ellátandó felület is. Ez úgy nagyjából arányban van egyébként? Tehát amennyi bevétel kiesik, annyival nagyjából kevesebb is a feladat? Igen, ez egy közel 3 milliárdos összeg, ami mondjuk az, de hát ezt majd az élet bizonyítja be, hogy mennyire fogja tudni az állam ezt ellátni. Az átállás az nálunk legalábbis jól sikerült. Erről majd egyébként az adás későbbi részében visszatérünk még egy picit. A költségvetés alapvetően változott meg, hiszen feladat alapú felbontásban találhatók a számok benne, és így jobban is követhető, hogy melyek azok a feladatok, amelyek elvégzésre kerülnek konkrétan, és mi az, ami most adott esetben kimarad a költségvetésből. Ez mit jelent pontosan, hogy feladat alapú? Mert nyilván, aki ezzel még nem találkozott, az esetleg nem nagyon tudja, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Hát konkrétan a sorokon látszik, hogy oktatási feladat, közigazgatási feladat, szórakoztatás, sport, kultúra, és azon belül az al sorokban megjelölése kerül, hogy mire költünk és mennyi pénzt. Tehát megnevezve megtalálhatók ezek a feladatok, amiket el lehet látni. És alapvetően az új költségvetési törvény előírja, hogy a költségvetésnek kell egy olyan formátumát is közkincsé tenni, amelyben jól láthatók, hogy melyek a kötelező feladatok, és melyek az önként vállalt feladatok. Tudna mindkettőre majd példát mondani? Persze, ahogy haladunk, majd mondom, hogy mi az, ami kötelező feladat. Ezek általában szociális, oktatási, nevelési feladatok, hatósági feladatok, ez az, amiket mindenképpen el kell látnia az önkormányzatnak. Ezeknek a feladatnak a végrehajtása nem múlhat az önként vállalt feladatokon, tehát az összes, amiért érdemes mondjuk képviselőnek lenni, meg amiért az emberek mondjuk ferencvárosiak jogosan érdeklődnek, azok szinte mind az önként vállalt feladatok közé tartoznak. Ilyenek a köztisztasági feladat, közbiztonság, szórakozás, kultúra, sport, ezek mind olyanok, amelyeket önkormányzat akkor vállal be, és olyan mértékben, amennyi pénze van, ameddig ér a takarónk, addig tudunk nyújtózkodni. De ez a kellemes feladat, hiszen tulajdonképpen a kívánságok itt kerülnek kielégítésre. Nézzük akkor végig, hogy mik fognak prioritást élvezni az idejében Ferencvárosban. Teljesen egyértelműen látszik, hogy ami eddig is fő csapás volt, a városrehabilitáció folytatása, ez ebben az évben még hangsúlyosabb lesz, köszönhetően a József Attila terv programjának a pályázatának a megnyerésére. Ez egy 3 milliárdos, közel 3 milliárdos pályázat, 2,81 milliárd forintot nyert a városrész, és ez nem csupán egy városrehabilitációs összeg, tehát nem csak az épületeket fogjuk felújítani, hanem ebből a közel 3 milliárdból 600 millió forintot soft programok elvégzésére fogjuk költeni. Amikre majd kitérünk alaposan és részletesen még egy kicsit később. Tehát pontosan azért, mert ez egy szociális jellegű, szociális városrehabilitáció, ezért is fontos, hogy ne csak az épületek újuljanak meg, hanem az élhetőség, a közérzetjavító intézkedések, a közbiztonságot befolyásoló feltételrendszert is lehet ezáltal javítani,
és ez nagyon fontos ezt kiemelni, és mindazoknak is egy komoly válasz, akik eddig azt gondolták, hogy a városrehabilitáció megállt volna, és nem vették volna észre, hogy minden évben átadunk legalább 2 házat, azoknak ez egy komoly válasz lesz, és figyelemfelkeltés, hogy bizony ez a pénz, ez most 5 háznak a felújítására lesz elegendő, és azt is el kell mondani, hogy ez a második új József Attila terve 100% intenzitású, tehát nincsen önrész, nem kell hozzá önrészt tenni, míg az előző fordulóban ott kb. 700 millió forint saját forrást is kellett volna biztosítani. Ennyivel kedvezőbb most a helyzet. Fontos még, beszélünk még róla, tehát nagyon sok fontos kiemelendő rész van, a zöld felületek növelése, a Gát utca teljes felújítása, és olyan irodáknak a kialakítása, ahol drogprevencióról, szociális támogatásokra való bejelentkezésre és közmunkaprogramokra, munkahelyteremtési lehetőségekre adódik majd figyelem és lehetőség. Ezekre majd még nagyon konkrétan rá fogok nem sokára kérdezni, de addig még nézzük, hogy nyilván a prioritás, mint mindig az elmúlt években, évtizedekben első helyen a városrehabilitáció áll, tehát ez így lesz az idei évben is, de mik azok a feladatok, amiket még fontosnak tart elvégezni az önkormányzat? Ezen kívül a felújítási kiadásoknak, ha összemérjük a 2012-es évi összegével, a 2,2 milliárd az 4,3-re nő, ez majdnem a kétszerese, hogyha kiszámoljuk, ez közel 2 milliárd forintos növekedés, ami hatalmas összeg, részben köszönhetően a József Attila tervben elnyert pénznek, és indulunk egy másik nagy, óriás pályázaton, ez az energetikai intézmények energetikai célú felújítása, ez is egy hatalmas összeg, ez is felújítási keret, és ez is a felhalmozást növeli, ez is azt a célt szolgálja, hogy javuljanak a körülmények, gyarapodjon, gazdagodjon Ferencváros, ez egy nagyon fontos tétel. Ez milyen típusú energetikai felújítás egyébként, tehát mit tartalmaz? Erről is fogunk még sokat beszélni, hiszen hát egyrészt először is ezt meg kellene nyerni, mert ezen még csak most indulunk, de nyílás, zárócsere és hőszigetelés, van benne fűtéskorszerűsítés is, ez az adott intézmény típustól függ, hogy melyikre sikerül majd nyerni. Én nagyon remélem, hogy ebben is olyan sikeresek leszünk, mint a városrehabilitációs pályázatban. Ezen kívül vannak olyan pályázataink, amelyeket most már az elnyert pénzből és a saját forrásból befejezünk, ilyen a bölcsőde, a Töri Kálmán utcai varázs lakbölcsőde, aminek az átadása idénre kerül, és illetve februárban a Márton utca 3 felújított házat is át fogjuk adni, tehát ez is azt bizonyítja, hogy a felújításaink folytatódnak, és már most el tudom mondani, hogy ami biztos, hogy 2 bölcsőde bővítésre is nyertünk 160 millió forintot, amelyik az új bölcsödénk, a Töri Kálmán utcai új bölcsödénk 40 új férőhelyéhez még majd további 2x14 helyjel fog hozzájárulni. Ez, hogyha jól számolok, ez hivatalosan is 68 új bölcsödei férőhely, ami még idén, illetve a jövő évben átadásra kerül. Ez egy nagyon jelentős mennyiség, hiszen a bölcsödei igényeket így szinte ki fogjuk tudni mindet elégíteni. És Csarnoktér lesz idén átadás? Hogyne, persze. Hát igazából arra várunk, hogy a második forduló befejeződjön, és ott a Csarnoktér környékén lesz majd még egy nagyon jelentős átadás, az a BMC, ez a Budapest Music Centernek az átadása, ami hát részben önkormányzat támogatással az ingatlan esetében történt, de ez az intézmény is kapott 500 millió forint kormánytámogatást. Ez egy nagyon jelentős helyszín és intézménye lesz nem csak Ferencvárosnak és Budapestnek, hanem az egész országnak, hiszen ilyen nem csak az országban nincs, hanem a világon is nagyon kevés hasonló van, ilyen pedig egyáltalán nincsen. Várhatóan akkor mozgalmas év lesz az idei, és hát mozgalmas év lesz a Gát utcában is. Ugye hosszan beszéltünk már arról, hogy nyert a Ferencvárosi Önkormányzat a József Attila terv első fordulójával. Múlt héten jelentette be polgármester úr
Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkárral együtt a Jó Hírt, most a sajtótájékoztatóról készült összeállítást láthatják, és még néhány részletre utána kitérünk. Nagy volt a média érdeklődés csütörtök délután a bakástéri házasságkötő teremben. Az ok pedig, hogy komoly összeget, majdnem 3 milliárd forintot nyert Ferencváros önkormányzata a Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban József Attila terv első ütem elnevezésű programmal, amit Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár és dr. Bácskai János polgármester jelentett be. A pályázatnak köszönhetően 5 bérház, a Gát utca 3-5, a Lenhosék utca 7-9 és a Gát utca 20, továbbá 2 útszakasz újul meg, nő a zöld felületek aránya, korszerűsítik a közvilágítást, újabb térfigyelő kamerák kerülnek kihelyezésre. A pályázatnak a szociális felzárkóztatás segítő különböző programok is részei. Egy település rész, legyen az akár Hódmezővásárhely, vagy legyen akár Ferencváros, mindkét helyen szociális városrehabilitációs program folyik. Nem elég csak épületek szintjén rehabilitálni, nem elég a tégla és a habarcs, sokkal fontosabb, Bácskai Jánosnak a törekvéseit ezért támogatom, sokkal fontosabb a városban, városrészben vagy a kerületrészben élő ember. Azt hiszem, hogy azok a programok, amelyek itt vagy az én szülővárosomban futnak, segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a leszakadás, elszegényedés megálljon, fiatalok számára a fölzárkózás esélye megnyíljon. A sajtótájékoztatón dr. Bácskai János polgármester prezentációjában ismertette azt az óriási munkát, amit az elmúlt években, évtizedekben tett Ferencvárosa a városrehabilitáció területén. 1990-ben ez a bizonyos rehabilitációs terület így nézett ki, pirossal jelöltük a bontandó házaknak a mennyiségét. A zöld, az a nagyon kevés zöld, a már meglévő zöld terület, vagy már éppen kialakított közös zöld terület. Volt feladat, lehet látni. Ez a mai állapot 2013, jól látható, hogy sokkal kevesebb piros folt van, és a sokkal kevesebb piros foltnak a legalsó, jobb alsó, tehát dél-keleti oldalán található az a bizonyos József Attila tervnek megfelelő akcióterület. Ott vannak azok a házak még, ahol van tennivaló, ahol a városrehabilitációt folytatni kell és el kell végezni. A megkezdett munka lendületes folytatását teszi most tehát lehetővé a József Attila terv. A sajtótájékoztató végén polgármester úr és Bozai Péter, a ProRégió ügynökség ügyvezetője aláírták a támogatási szerződést, majd Lázár János államtitkár szimbolikusan átadta a több mint 2,8 milliárd forintos támogatást. Nagyon-nagyon jó hír nekünk ferencvárosiaknak, hogy nyertünk a József Attila tervvel, de minek köszönhető a kormánynak ez a kedvező döntése? Kifejezetten a jó pályázatnak. A ferencvárosiak összefogásának a gyümölcse az, hogy 2012. december 19-én döntött úgy a kormány, hogy Ferencváros önkormányzatát, a kerület polgárait elsősorban 2,8 milliárd forinttal támogatja, hogy a városrész megújuljon. A József Attila program és terv keretében a Gát utca környéke sikeresen kerüljön átalakításra, legyen egy városrehabilitáció, ami nem csak újjáépítéseket jelent, különböző lakóházak, tömbök megújítását, hanem elsősorban a közösségek megújítását, hiszen foglalkoztatásra, közösségépítésre is jut a 2,8 milliárd forintból. A kormány is és a pályázatban döntők is elismerték Ferencvárosnak az elmúlt két évtizedes városrehabilitációs munkáját ezzel, hiszen egy újabb lökést adhatunk a városrehabilitációnak, ez a 3 milliárd forint, ez 5 háznak a felújítását teszi lehetővé. A közművek rendezése, zöld felületek, területek kialakítása, közös zöld felületek is lesznek ebben, és különböző irodák, tehát munkahely teremtő célzattal, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal bíró iroda, drogprevenciós iroda, és minden olyan tevékenység, ami elősegíti a szegregáció eltüntetését. Dolgoznak már a második ütemen? Tulajdonképpen a tervek, az már kész van. A pályázat, hogyha majd lesz ilyen, akkor azonnal be tudjuk nyújtani. Jó pályázat esetén készen állunk a támogatásra. A kormánynak kifejezetten fontos, hogy Budapesten a hátrányos helyzetű polgártársaink életkörülményei javuljanak.
Most Brüsszelben azért küzdünk, hogy jelentősen növeljük azt a forrást, amit Budapesten elkölthetünk 2013 és 20 között. A második ütem támogatása azt jelentheti, hogy hasonló vagy nagyobb nagyságrendű összegben számíthat Ferencváros az újjáépítésre. Más városrészekben más közösségi programokat is támogatnánk. Itt fölmerült a szomszédbeli köztereknek, a Bakács térnek a felújítása. Itt is van erre lehetőség, hogyha jönnek a jó programok és ötletek. A kormány kész arra, hogy Ferencváros törekvéseit támogassa. Bácskai polgármester úr, vagy éppenséggel Varga alpolgármester úr kiváló érdekérvényesítő. Reméljük, ez az érdekérvényesítés majd a második ütemnél is jól fog működni, de most akkor még beszéljünk egy kicsit az első ütemről, a József Attila terv első ütemén belül, tehát hogyan történik majd a felújítás, meddig kell befejezni, ugye az elhangzott már, hogy milyen lakóépületeket érint, de a lakók milyen ütemben költözhetnek majd ki. Egy részükből a Gát utca 3-5-ből már befejeződött a kiújítés, a Lehosség 7-9-ből már folyamatban van, ott se sokan laknak még, és a Gát utca 20 az, amelyik még az idén sor kerül a kiürítésre, és 2015 nyaráig be kell fejezni a teljes átalakítást, utcafelújítást. Tehát körülbelül 2 év, ameddig itt teljesen helyreáll a szépség, a nyugalom és az újdonság, és akkor a zöld területek is már a udvaron belül ki lesznek alakítva. Útépítés az egyébként melyik szakaszt fogja majd érinteni? Ez a Tali-Kálmán és a Márton utca közötti szakasz. Beszéltünk arról is, vagyis hát az anyagban elhangzott, hogy különböző ilyen szociális tevékenységek is kapcsolódnak a városrehabilitációhoz. Mik lesznek ezek konkrétan? Ezek konkrétan 3 irodának a kialakítása, egy munkaerő közvetítő iroda, amelyik persze kapcsolatban lesz a ellátórendszereinkkel, így a FESZOFÉ-vel is, ahol a közmunkában való foglalkoztatásban is már vezetünk Magyarországon, hiszen csak a hajléktalan ellátásban résztvevők közül több mint 200 hajléktalan közmunka foglalkoztatását látjuk el. Egyébként jövő héten megyünk majd a FESZOFÉ-hez pont ezzel kapcsolatban forgatni, úgyhogy erről majd akár a következő polgármesteri fórumban részletesebben is beszélhetünk. És ez pontosan azért, mert a költségvetésben is a fő hangsúly az annak a stratégiának a folytatása, amelyben azt mondtuk, hogy a városrehabilitáció megerősítéseképpen és mellett a Fradi után legyen Ferencváros zöld-fehér, tehát ha már a városrehabilitáció biztosította eddig is, hogy a zöld felületek aránya növekedjen, és ezen kívül is persze a belső Ferencvárosban is, ugye a Csarnoktér is és a Markusovszky park is, teljesen újonnan megjelölt zöld felület volt, középső Ferencvárosban is ezen kívül is jelentek meg zöld területek. József Attila lakótelepnek is a zöld felületeire továbbra is vigyázni fogunk, illetve a parkolók kialakításánál is csak minimális zöld felületet szeretnénk igénybe venni. Tehát ez a zöldítés programja, a tudatos környezetvédelem az iskolákban, a környezetvédelem oktatásától egészen a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséig. És hát a fehér pedig jelenti, vagy jelentse a köztisztaságot és a közbiztonságot. Az, hogyha van elegendő közmunkásunk, az teljesen biztos alap arra, hogy a köztisztaság minél nagyobb területen és minél gyakrabban megoldható legyen. A közbiztonságra is, a költségvetésre visszautalva, a közbiztonságra is sokat, illetve többet fogunk költeni, mint tavaly. Ez a kamerarendszer bővítése, a közbeszerzést már kiírtuk. Itt hány kamera lesz egyébként ezen a környéken? Hát ezen a környéken 12, plusz a József Attila terben is még 3 kamera azon kereten belül, tehát 15 kamera lesz a középső Ferencvárosban is, a József Attila lakótelepen is, további kamerák lesznek, azoknak a pontos száma még nem tudjuk. Kezdetben 3 stratégiai ponton ez bizonyosan lesz, és utána meglátjuk, hogy a rendőrséggel együttműködve, hogy hányra van még szükség. Éppen ma reggel volt nálam rendőrkapitány úr, és jelentette, hogy komoly sikereket értek el a járőrözéssel, hiszen a Ferencvárosban tipikussá vált nyakláncletépés a leginkább sújtott területeken teljesen eltűnt, tehát decemberben és januárban egyetlen egy ilyen feljelentés nem érkezett, és pontosan ezért a járőrözést igyekszünk majd a súlyosabb fertőzöttebb területekre is kiterjeszteni. Jelenleg 5 járőr
pár dolgozik a legsúlyosabb helyeken, és jelentős javulás tapasztalható, tehát bevált a terv, és nyilván ez sok pénzbe kerül és támogatásba, de mivel eredményes, ezért én úgy gondolom, hogy a képviselőtársaim is belátják és meg fogják szavazni, hogy erre, ha valamire, akkor erre érdemes költeni. Egyébként nem régen számoltunk be róla, hogy a múlt év végén 6 darab új rendőrautót is kapott a rendőrkapitányság, de rendőrségi témáról is lesz majd még szó a mai adásban. Most megkérném kollégánkat, kollégáimat, hogy mutassuk meg azt az ábrát, ami nagyon beszédes. Egyrészt mutatja a 90-es évekbeli állapotot, ugye itt a piros jelzi azokat a területeket, azokat a házakat, amik rehabilitációra válnak, és mindjárt láthatjuk a 2013-as állapotot. Tehát azért jelentős a változás, ugye az elmúlt évtizedekben nagyon jól működött itt a rehabilitáció, ugye azok a piros épületek, amik még felújításra várnak, bár még azért szép számmal van ilyen épület is, de hát nagyon látványos a változás. A sajtótájékoztatón ezek finanszírozási forrásáról is beszélt polgármester, ugye van itt fővárosi EU-s támogatás az önkormányzatnak a magántőkéje, vagy magánereje, önereje, illetve hát magántőke is nagy számban szerepelt a rehabilitációban. Igen, ezek valóban jellemző számok, hiszen a mai összeadva az eddig ráfordított összegeket 200 milliárd forintot meghaladó forint mennyiség került a városrehabilitációs területre, és ezt úgy kell érteni, hogy ez a 200 milliárdban benne van a 91-es, 92-es, 93-as, 2, 3, illetve 4 milliárd forintok, amik a mai áron már sokkal többet érnének. Tehát ez a 200 milliárd, ez a mindenkori 200 milliárd, tehát ez valójában magasabb értéket képvisel. És ezen belül nagyon érdekesek az arányok, hiszen állami és fővárosi támogatás az ebből 25 milliárd, tehát nagyjából 12%. Ennél sokkal jelentősebb összeg, és ez a dicséret helye, a Ferencvárosi Önkormányzat, tehát a mi saját forrásunk, ami 45 milliárd forint. Képzeljük el, hogy 20 év alatt 45 milliárdot erre félretenni, ez egy nagyon komoly stratégiai elképzelés volt. És el kell, hogy mondjam, hogy ez a városrehabilitáció sosem volt politikai kérdés Ferencvárosban, ezt mindig minden párt megszavazta, hiszen önmagáért beszél a sikere, és Magyarországon a legsikeresebb városrehabilitációs folyamatnak lehetünk a szemtanúi. Még ilyen adattal is tudok szolgálni, hogy ennyi lakás az összes többi kerületben nem épült összesen, mint Ferencvárosban az elmúlt két évtizedben. Tehát, hogy a méreteit is érezzük ennek a folyamatnak, ennek a tudatos folyamatnak. És a maradék szám az a közel 130 milliárd forint, és emellett nem mehetünk el szó nélkül, ez pedig a magántőke. Tehát ennek a 25 plusz 45 milliárd forintos, tehát közel pontosan 70 milliárd forintos közpénznek sikerült mozgosítani több mint a kétszeresét, illetve majdnem a kétszeresét, mindjárt elszámolom magam, tehát majdnem a kétszeresét, 130 milliárd forintot, hogy idejöjjön, és itt fordítsák városfelújításra, az életkörülmények javítására. Magyarul jöjjenek ide, mert jó itt élni, ide otthon, egy olyan városba érkeznek, ahol jó dolgozni, tanulni, élni és szórakozni is. Ferencváros népszerű lett, és a legutolsó ingatlanos értékelések szerint árérték arányban Ferencvárosban vásárolhatók és kaphatók lakások. Tehát nagyon sokan érkeznek ide mai napig is ide lakni és élni. Beszélgetésünk elején már volt a költségvetéssel kapcsolatban szó arról, hogy januártól megkezdték működésüket a kerületi hivatalok. A szakemberek szerint zökkenőmentes volt az átállás, most tájékoztatási jelleggel egy rövid összeállítást láthatnak a kerületi hivatalok munkájáról. Az átállás az zökkenőmentesen zajlott, az ügyfelek semmit nem érzékeltek ebből az átállásból. A kerületi hivatalok kialakítása, illetőleg országos szinten a járási hivatalok kialakítása lényegében azt jelentette, hogy az államigazgatási feladatok azon része, amelyet korábban a jegyzők intéztek, átkerültek ezekhez a kerületi hivatalokhoz. Ennek a létjogosultsága abban mutatkozik meg, hogy ezek az ügytípusok tulajdonképpen mindenhol egyforma eljárásmód mentén gyorsabban és hatékonyabban
intézhetők, az ügyfelek számára egy sokkal színvonalasabb és gyorsabb ügyintézés tud megvalósulni. A korábbiakban meghatározott helyen és a korábbiakban meghatározott ügyintézőkkel tudják ezeket az ügyeket intézni. Tehát a 2012-es is jó lesz, csak legyen igazolás. Mik azok a munkafeladatok, mik azok az ügyek, amik átkerültek most a kerületi hivatalokhoz, hogyha néhány konkrét fontos példát tudna mondani? Hát amely az ügyfelek számára a legkézenfekvőbb, tulajdonképpen az okmányiroda került át egy az egyben a kerületi hivatalok működésébe. Ez, ahol talán a legtöbb ügyfél megfordul. Ugyanilyen a másik nagy terület a gyámhivatali ügyeknek a teljes feladata. Emellé még hozzákerültek a gyermekvédelmi feladatok. Ezek szintén a gyámhivatalon belül találhatók, és az ügyfelek itt tudják ezeket az ügyeket intézni. Emellett pedig még meg kell említeni néhány olyan szociális jellegű ügyet, amelyet korábban az önkormányzatoknál, a jegyzőknél tudtak kezdeményezni. Ezek a későbbiekben a kerületi hivatal hatáskörébe kerültek át. Ilyenek például a normatív és az alanyi jogú közgyógyellátás, ilyen az alanyi és a magasabb összegű ápolási díj, az időskorúak járadéka, illetőleg építéshatósági ügyekből szintén néhány olyan kiemelt feladat, amelyet ugyancsak a kerületi hivatalok intéznek a jövőben. Milyen ügyeket jönnek intézni azok, akik, mint most én, leülnek ide önnel szembe? Gépjárműügyintézést, ezen belül mindent, ami ehhez kapcsolódik. Első forgalomba helyezést, külföldről behozott forgalomba helyezést, átírást, kivonást. Mi változott a munkájában? A munkámban egyelőre még semmi, a nevünk változott jelen pillanatban. Folyamatosan történik az átszervezés ezzel kapcsolatban. Egyelőre még nagy változás nincsen. Kerületi hivatalok működnek január 1-től. Érzékelte ebből valamilyen változást? Hát egyelőre január 1-től, most ez az első ügyintézésem, úgyhogy nem tudok eddigre. Mit intéz most, milyen? Jogosítvány cseréjét lejárt, és azt kell kicseréltetnem. Nagyon gyorsan és hamar sorra kerültem, úgyhogy semmi probléma. Akkor nem kellett sokat várni? Nem. Mégis az ügyfelek ebből mit érzékelhetnek? A cél az, hogy minél kevesebbet, de esetleg vannak-e olyan területek, ahol mondjuk gyorsabb lesz az ügyintézés, vagy másabb jellegű lesz? Hát elsősorban a kerületi ügyfelek azt remélem, hogy semmit, hiszen a helyszínek nem változtak. Tehát a 9. kerületi hivatal továbbra is a Bakács tér 14 szám alatt fogadja az okmányirodai ügyfeleket, illetőleg a Lenhosék utca 24-28 szám alatt fogadja az ide érkező ügyfeleinket. Ami általános jellegű változás volt január 1-től, az például az okmányirodai ügyek tekintetében az útlevél ügyintézést érintette, itt ugyanis az általános 30 napos ügyintézési határidő 20 napra csökkent. 2-18-21-21-es a remélhetőleg már jól ismert telefonszámunk, január 29-én van az élő adás, tehát a mai napon lehet élőben kérdezni dr. Bácskai János polgármester úrtól, ha pedig az ismétlést látják, tudják üzenetrögzítőnkre, mondják rá kérdésüket, februárban továbbítjuk az polgármester úrnak, ahogy ezt az elmúlt egy hónapban is sokan tették, most ezek az üzenetrögzítős kérdések következnek. Liószegi Imréné vagyok, a Lilium utcában lakom, és nagyon szeretném, ha a Mester utcában mozgássérült vagyok, különben ezt hozzá kell tennem, és 80 éves. Tehát nagyon nehezen mozdok, csak kísérővel tudok menni. Ha visszafele akarok jönni, akkor egy megállót át kell mennem a Haller utcán, ott megint várni egy másik villamosra, azzal megint csak egy megállót tudok eljönni, és onnan megint gyalog haza. Tehát amit hiányolok, hogy nincs valahol egy vagy két pad letéve a Mester utcában, ahová aki gyalog megpróbál bottal és nyomorultól elindulni, az néha le tudjon ülni ahhoz, hogy tovább tudjon menni. Jogos a kérés, mert hogy sok idős ember jár oda a szakrendelőbe, akinek tényleg esetleg nehéz lehet végig sétálni, akár csak a Mester utca egy szakaszán. Van erre mód és lehetőség, hogy legyenek kihelyezve ilyen padok? Természetesen sajnos ugye a kétszintű önkormányzati rendszernek köszönhetően, idézőjelben, nekünk levelezni kell majd a fővárossal, hiszen a Mester utca fővárosi fenntartású terület, de ezt meg fogjuk tenni mindenképpen. Én annyit kérnék, hogy pontosan jelöljék meg, mert nyilván a betelefonáló tudja a legjobban, hogy hol esne neki a legjobb, vagy hol legyen ez a pad. Hogyha megmondaná egy házszámmal, hogy Mester utca 38 vagy 47,
Tehát ha mondanám, hogy közelebb, hogy ott vagy annak a környékén, akkor már úgy tudnánk, konkrétan lehetne kérni, így van. Folytassuk nézői kérdéssel. Jó napot kívánok, Lengyel Károly vagyok a Bönci Pál utcából, és ma délelőtt történt, hogy a csarnoktér átalakítás során a Jópipa söröző tarkánál kialakított parkolóöböl miatt, illetve virágágyás miatt egy hagyományos turistabusz úgy ragadt be, hogy a Lónyai felé visszafelé ki kellett tolatnia, mert fizikai képtelenségbe kanyarodni. Ha ez így megy, azonban a csarnok nem kap elegendő turista létszámot, és el fognak forradni a kopák is, illetve a kereskedők. Érdemes volna talán még áttervezni ezt az elgyártott tervet. Köszönöm, viszontlátás! Hát igazából a csarnoktér nem sokára átadásra kerül, és talán mondhatjuk azt, hogy minden átalakítás nehézségekkel jár, úgyhogy ez sajnálatos velejárója, de hát nyilván ön válaszolja meg a kérdést. Mivel uniós pályázatról van szó, sajnos el kell mondanom, hogy ezeken a terveken sokat változtatni nem lehet. Ahogy ezt elfogadták, úgy kell a kivitelezést végrehajtani, de gyanítom, hogy ezek nem véletlenül kerültek így kialakításra, ugyanis pontosan az volt a cél a csarnoktér átalakításánál, hogy az oda látogatóknak egy zöldebb, kényelmesebb pihenőhelyet biztosítsunk, és nem pedig a odalátogató turista buszoknak szerettük volna kellemessé tenni a csarnokteret. De telefonálnak Lengyel Károlynak, teljes mértékben igaza van. Mi ettől függetlenül nagyon szeretjük a turistákat, hiszen Ferencváros is részben élvezi ennek a jutalmát, hiszen többen jönnek ide, viszik a jó hírünket. A turista buszoknak egyébként kialakítva a hely, és a CET előtt vannak buszparkolóhelyek. Én gyanítom, hogy oda, ebbe a közlekedési helyzetbe a busz egyébként, ha betartja a szabályokat, nem is kerülhetett volna. Betévedt akkor valószínűleg. Valószínűleg oda betévedt. Ebből arra következtetek a kollégáimat, meg fogom kérdezni, hogy egyértelművé tegyük a helyzetet, az utca elején olyan táblák legyenek, amik révén el lehet kerülni az ilyen eseteket. Viola utcából érkezett a következő kérdés. Jó napot kívánok! Névnék, hogy szeretnék telefonálni, a Viola utcában lakom. A Viola utca közepén a házak előtt, bizonyos házak előtt használt holmik bútordarabok vannak kitéve, hát nagyon rontja az utcának a képét, és hát rossz vényt fed az ott lakókra. Amúgy is lerobbantak azok a házak. A másik, hogy tegnap mentem az Aldi felé, és a CBA előtti területen úgy láttam, hogy fákat rongáltak meg, én tartóba, fa tartóba lévő fákat, volt, amit ki is húztak gyökerest. Köszönöm a meghallgatást. Tehát Viola utcában ugye két kérdés volt, az egyik, hogy nagyon sok holmit, bútort halmoztak fel az utcán. Igen, hát jól látható, hogy ezek azok a jelenségek, ami miatt a városrehabilitáció folytatása és működése mennyire fontos, hiszen többen még mindig úgy képzelik, hogy a közterületekre bármit és bármikor lerakhatnak szemetet, akár használt bútort, független attól, hogy jól megszervezett éves hulladékgyűjtési, lomtalanítási akciók vannak, akkor kellene ezeket kitenni. Egyébként ez Ferencvárosnak tavaly is majdnem 20 millió forintjába került, az illegális hulladéklerakókat felszámoljuk. Lehet legyen ez a Külső Mester utcában, de adott esetben itt a Viola utcában, itt az úgynevezett Temesvári tömb házainál, ez a Vél utca 37 ABC. Itt is elkezdődik a rehabilitáció, hiszen a 37-es sorszámból a C-nek a kiürítése az megkezdődött, és ahogy pénzünk lesz, úgy folytatódik ez majd az A-val és a B-vel bezárólag, és ezeket a házakat is fel fogjuk újítani, és akkor talán ezek a hát akciók megszűnnek, de ettől függetlenül az elszállításról most is a FESZOFE gondoskodik. Ez, még egyszer mondom, nagyon sok millió forintjába kerül Ferencvárosnak. Ugyanígy a farongálás is, a közterületek rongálása
Sajnos nincs annyi rendőr, hogy mindig ott tudnánk lenni minden ilyen esetnél. Itt számítunk a közvéleményre. Természetesen itt nem elégszer mondom el, hogy személyesen, ha lehet, ne avatkozzanak bele, hiszen az ott esetben veszélyes is lehet annak a számára, aki jó szándékkal felhívja a figyelmet, de egy rendőrségi hívás, ami ingyenes, az megteheti a hatását, hiszen a rendőrség perceken belül kijön a helyszínre, és ha szerencsénk van, akkor még el is fogja a tetteseket. Folytatjuk a nézői kérdéseket, hogyha minden igaz, akkor most élőben köszönhetünk egy telefonálót. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Először is boldog új évet kívánok a polgármester úrnak és a 9-es tévének. Köszönöm. Egy nap polgármester úrtól szeretném megkérdezni, Gábor Géza vagyok, már ismer a nevemet. Ismét szeretnék érdeklődni a Balázs Béla 25 számról, hogy tud-e valamit, hogy második ütemterbe vagy ilyesmi benne lesz-e, mert már mi is nagyon ki vagyunk ez miatt, hogy most egyszer bontva lesz ez, vagy újítva, vagy lesz-e valami, mert alá van dúszolva ez az épület, tényleg elég rossz állapotban van, és hát a környező épületek már majdnem mind megvan, csak ez a háztömb van, ami ki van hagyva. Köszönjük szépen a kérdést, boldog új évet kívánunk még egyszer önnek is. Balázs Béla utca 25, mi lesz ennek a háznak a sorsa? Sor fog rá kerülni, de az idén még mindig nem, hiszen ennél sokkal súlyosabb állapotú házak vannak. Mint mondottam, a Viola 37C, a Balázs Béla 32, A 32B és a Balázs Béla utca 11, ezek amelyek sorra kerülnek, hiszen ezek vannak már olyan állapotban, hogy tarthatatlan. Gábor Gézának csak azt tudom mondani, hogy még egy kis türelmet kérünk. Az ő házuk még tartja magát, és hát sajnos mi is szeretnénk minél több házat felújítani, de jól látható volt a bejátszásban, egy 10 perccel az öti bejátszásban, hogy azért a piros színnel jelölt házaknak a száma az még mindig 30 fölött van. Ha megnézzük az eddigi ütemet, az évenkénti 2-3 háznak a felújítását, sajnos nem tudunk egyszerre 30 házat nem tudunk felújítani, bármennyire is szeretnénk. Most a József Attila terv megmutatja, hogy milyen ereje van, hiszen egyszerre 5 házat fogunk tudni felújítani. Tehát a második ütemben szeretnénk az ő házukat is belevenni. Második ütemben, bocsánat csak, hogyha már szobahozta a második ütemet, akkor oda miket terveznek, tehát milyen épületek kerültek be? Hát a 25 is belekerült, a 21 és a páros oldalon, ha jól emlékszem, a 26. Összesen hány épület akkor? Azt még nem tudjuk, hogy mekkora lesz a keret. Tehát előkészítésre 15 ház, az előkészítésben még 15 ház szerepel, és attól függ, hogy a pályázat kiírása miről szól, milyen feltételeket kell nek eleget tenni, akkor fogjuk tudni kiválasztani, hogy konkrétan melyik házak ezek, melyik az alkalmasak. Nyilván az akkori műszaki állapot is belejátszik. Melyik lett az az időpont, mi a realitás, hogy mikor írhatják ki a következő ilyen pályázatot? Hát körülbelül egy év múlva. Folytassuk a nézői kérdéseket. A Vendel utcából telefonált egy hölgy. A Vendel 34 bérlőinek édesapja ide költözött tavaly április-májusba, azóta konyhakertet csinál a 6 méter szer 4 méter széles udvarból, ami le van betonozva, fóliát húzott rá, most a fóliát leszette, megint egy autó földet vár, hogy hozzanak neki, a földet komposztálja, a háztartásának összes szennyes dolgait odaöntözi rá is, betakarja földet, bűzlik, bogarak jönnek, patkányok jönnek, kérem segítsenek! Azért egyrészt ezt ilyen nagyon heroikus küzdelemnek tűnik, hogy valaki Budapest belvárosában egy lebetonozott udvarban egy kis természetet próbáljon a konyhakert révén oda varázsolni, de hát a telefonáló ugye ennek nem örül, hanem panaszkodik, mert hogy hát emiatt szerinte büdös van, illetve állatok, patkányok is jönnek emiatt. Meg fogjuk vizsgáltatni az esetet. A tudomásom szerint ez magántulajdonban van ez a ház, de a közös képviselőt, a véleményüzemeltető Kft-t fel fogom kérni, hogy nézzenek utána, és hogyha bármiféle rendelet ellenes állapot van, akkor haladéktalanul felszólítsák a tulajdonost ennek a megszüntetésére,
hiszen a szándék az valóban jó lehet, hiszen erre mi pályázatot is alapítottunk, a zöld udvar pályázatot. Ez egy nagyon hasznos és szép dolog, hogy a betonudvarok helyén virágos kertek létesüljenek, de ez eddig minden esetben közmegelégedést szolgált. Én úgy veszem ki ebből a telefonból, hogy a Vendel 34-ben nem erről az esetről van szó. Tehát akkor utána nézlek utána majd ennek, igen. És akkor visszatérhetünk rá. Ha minden igaz, akkor ismét élőben fog kérdezni valaki. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok a polgármester úrnak és önnek is. Hát, hogy azért valami jót, ja, bocsánat, hogy bemutatkozok, Takács Béla vagyok a Telepi utcából, és hát, hogy valami jót is mondjak, amióta egy ilyen ferencvárosi brigád tartja karba a házunkat, meg az utcákat, azóta nagyon kitűnően végzik a munkájukat, mert tényleg tisztaság van, a szemetet se dobálják szét meg. De tényleg, na úgyhogy ehhez gratulálok. Na most nekem egy olyan személyes problémám van, amit meg szeretnék kérdezni a polgármester úrtól, hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt beadtunk mi egy kérelmet a lakásügyi hivatalhoz egy ilyen minőségi lakáscsere címen. És azóta nem kaptunk semmiféle visszajelzést. Egyszer voltak itt főmérni ezt a jamberi, mi egy ilyen bérlakásban lakunk önkormányzatiba. És itt egyszer kint volt egy fiatal pár megnézni azt a lakást, amit mi felajánlodnánk ilyen minőségi cserére, de nem tudunk semmit, hogy egyáltalán működik-e még ez a dolog, vagy egyáltalán, hogy mire lehet számítani. Ilyen, mert szeretnénk egy jobb lakást ehelyett, mert most anyagilag megengedhetnénk magunknak, hogy egy jobb minőségű lakásba költözünk. Nagyon köszönöm szépen, köszönjük, hogy telefonált, meg köszönjük, hogy a jó hírt és a dicséretet is elmondta, mert ugye általában az ilyesmi ritka, inkább panaszkodni szoktak az emberek, de hát nyilván az is a műsornak a célja, hogy panaszokon, problémákon tudjunk segíteni. Mit tudunk a lakáskérelemmel kapcsolatban mondani a telefonálónak, vagy lakáscserével kapcsolatban? Én is köszönöm a Fehér Ólónak számító dicséretet, nem mintha nem lenne elég jó cselekedetünk, csak arra kevesebb reakció érkezik, mint a rossz cselekedetekre. A minőségi lakáscsere ebből a telefonból is jól látható, ez egy sikertörténet. Annak idején, mikor kitaláltuk az új vezetés, hogy mozgassuk meg egy kicsit a lakásállományt azoknak, akik nem csak, hogy rendesen fizetnek évtizedek óta, hanem még van némi kis megtakarításuk. Azoknak próbálunk olyan lakást a meglévő rendelkezésre álló lakásállományból keresni, amelyik az ő komfortfokozatuknak jobban megfelel, nagyobb is, magasabb komfortfokozatú. Nagyon sok kérelem érkezik, ebből is látszik, hogy nagyon jó volt az ötlet. Eddig 43 sikeres lakáscsere történt, ami azt gondolom, hogy annak a 43 családnak különösen nagy öröm, nekünk is nagy öröm, hiszen jobban ki tudjuk használni a meglévő lakásállományt jobb és nagyobb közmegelégedésre. Itt türelmet szeretnék kérni, hiszen el tudjuk képzelni, hogy pont olyan lakás, amire ők várnak, az nem biztos, hogy azonnal van. De abban a pillanatban, hogy találunk megfelelőt, akkor értesítjük, és reméljük, hogy ők is minél hamarabb a sikeresek táborába fognak tartozni. Lakáskérelemmel kapcsolatos a következő kérdésünk. Jó napot kívánok! Baró Bincénő vagyok. A Boros Barbara édesanyja, a polgármester úrhoz szeretnék kérdezni a lányom érdekében, hogy mit csináltok a kérelem, amit beadtam, mert nagyon sürgős lenne neki egy lakás, mivel a kisgyerek most is nagyon beteg a kislány, mert az apja fertőzött TBC-t. És nem tudjunk mit venni, hova menni, nem tudjuk úgy fizetni az albérletet is, amit keres minden albérletre megyen. Hát megkérem a polgármester úr, hogy legyen szíves intézkedni minél előbb. Gyakran előfordulnak ilyen lakáskérelemmel kapcsolatos kérdések is. Gyakran, mert 1300 lakáskérelem van jelenleg is a birtokunkban. Ennek a legalább a 10%-a, tehát 100-at meghaladó a hasonló eseteknek a száma, ahol
ahol legalább egy beteg van a családban, és a jellegi, és általában ez is szokott lenni minden évben, hogy 20, jó esetben 25 lakást tudunk méltányossági címen felajánlani a rászorulóknak. Hát el lehet képzelni, hogy mennyire tudjuk, és milyen ütemben tudjuk kielégíteni ezeket a kéréseket. Sajnos nincsen több, de legalább nálunk van más kerületekben, egyáltalán nincs ilyen lehetőség. Tényleg ez nem jellemző egyébként a kerületekben? Nem igazán. Hát most képzeljük, hogy nekünk van egy 4300-as lakás állományunk, abban vannak felszabaduló, megüresedő lakások, de mondjuk vegyünk egy másik kerületet, ahol összesen 370 lakása van az önkormányzatnak. Hú, azért van nagy különbség, akkor igen. Az kevesebb, mint a 10%-a, hát ők mit tudnak, milyen igényt tudnak kielégíteni. De ennek mi áll a hátterében egyébként? Tehát, hogy ott inkább eladták, vagy nem is alakult ki ez a rendszer nagyon a második kerületben, vagy ott megvásárolták a lakók nagy más része? Kerületben, nem a második, más. Ja, más, bocsánat, más kerületben. Másodikat. Hát vegyük a szomszédos Erzsébetet, ott nem túl sok önkormányzat, a családi házas környezet az eleve. Nem volt sosem tanácsi lakás, a panelházakat pedig, panelházakban lévő lakásokat pedig szinte mind azonnal fölvásárolták. Ferencváros azon kerületek közé tartozik, ahol felelős magatartással a rossz állapotú, rossz minőségű házakat nem adták, nem engedték megvásárolni a lakóknak, hiszen most képzeljük el, mondjuk a Gát utca 25-ben, ahonnan rendszeres telefonálás, telefon érkezik, hogy mondjuk azt megvették volna 5-8-10 évvel ezelőtt, akkor hol tartanának már. Ugye ez más kerületekben visszatérő probléma, hogy az elszegényedő, öregedő, idősödő lakosság nem tudja fenntartani a házat, és rendkívül veszélyes és sanyúr állapotok alakulnak ki egy házon belül. Folytassuk a nézői kérdéseket. A Vaskap utca 49-ből telefonált Kovács úr. Köszönjük, akkor Kovács Győr vagyok, Vaskap utca 49, második 53, és azt szeretném kérni a polgármester úrtól, hogy vettünk egy ágyat, és van benne poloska, és van 3-4 gyerek, és beszélhető őket, hogy legyen szíves ingeszkedje. Köszönöm szépen. Tehát poloska írtás, Vaskap utca 49. Hát az azt gondolom, hogy azt lehet mondani, hogy ez rutin feladat. Ha nem kell ezért a tévébe telefonálni, de természetesen hívják a 9 tévét. Ha az önkormányzatnál ügyfélszolgálatra, szociális osztályra betelefonálnak, akkor ezt néhány napon belül intézzük és elvégezzük a poloskaírtást. Weber Antalné az Epreserdő utca 2-ből telefonált. Kérdés, hogy ki ellenőrzi a közterületek takarítását a metró feljárónál, illetve a környékén, mert hogy nagyon nagy a piszok, hát nyilván itt a Ecseri út, illetve a Pöttyös utca környékére gondol. Igen, ezeknek a területeknek, mivel metró terület BKIK, fővárosi feladatkör, hatáskör, amikor van a feszofének, a szociális foglalkoztatónknak van szabad kapacitása, magyarul elegen jelentkeznek közmunkára, akkor be tudunk segíteni, de rendszeresen sajnos nem tudjuk elvégezni, mert ez mind munkaerő és forrásigényes, tehát pénzigényes. Természetesen a jelzést megtesszük a főváros felé, remélhetőleg megértő fülekre talál, és nagyobb lesz a rend. Köztisztaság, rehabilitáció és ugye közbiztonság, ez a 3 fontos terület, ezzel kapcsolatban érkezik a legtöbb kérdés. Most jó hír a közbiztonsággal kapcsolatban, hogy amint arra már híreinkben beszámoltunk, a Mávaszúdi lakótelepen remélhetőleg még nagyobb lesz majd a közbiztonság, hiszen egy körzeti megbízotti irodát adtak át, méghozzá az Aszúdi úti hajléktalan szállón. Jelképes kulcsátadással kezdődött a régóta tervezett új körzeti megbízott iroda átadása az Aszódi úti hajléktalan szálló épületében, ahová hetente 2 alkalommal, kedden és csütörtökön várják a környék lakóit kérdéseikkel, problémáikkal. Én már 10 éve szolgálom Ferencvárost. 5 éve vagyok körzeti megbízott az Aszódi lakótelepen. Minden héten 2 alkalommal, kedden és csütörtökön fogok fogadórát tartani 17 órától 19 óráig, és bárki fordulhat ide, bármelyik lakó, bármilyen problémája van, és minél előbb megpróbálunk rá megoldást találni. Amint itt vannak a rendőrök, azóta kicsit normalizálódott a helyzet, az elején nem voltak, és hát örülünk neki ennek, hogy ez van.
általános problémák voltak, hogy a buszonak nem tudtak közlekedni, mert a ruházatuk olyan volt, és nem fogadták őket szívesen az emberek, akik közlekedtek. Aztán a parkoknak a tisztántartása, tehát nem csak az, hogy elszórták a boros palackokat, ezeket a PET palackokat, hanem ott végezték a dolgukat, kifeküdtek nyáron, tehát ilyen majálisszerűen fogták fel ezt az egészet. Na most ez valahogy normalizálódott. Nagyon örülünk neki, hogy megnyílt ez az iroda, mert azokkal a hajléktalanokkal, akik itt bent laknak a szállón, nincs problémánk, de akik ide nem jutnak be az alkoholos vagy drogos állapotuk miatt, azokkal viszont van sajnos. Jó, hogy a rendőrség itt van, ez egy jó hatás, mert látszik, és azért kicsit visszafogja napközben. De mi van éjszaka? Az éjszakai dolgokat és a sorok között. Ezeket kéne látni. Tavaly évben, amikor megnyílt ez a központi hajléktalan szálló, akkor azt egy lakossági fórum előzte meg, és a lakossági fórumon vetődött fel az ötlet, hogy szükség lenne ezen a lakótelepen egy ilyen szálló megnyitása kapcsán egy fokozottabb rendőri jelenlétre. Mi itt két irányba kezdtünk el gondolkodni. Az egyik irány az volt, hogy egy állandó rendőri jelenlétet biztosítsunk az utcán. Ez meg is valósult, minden nap 6 és 22 óra között egy rendőrpáros, két fő gyalogos ellátás szolgálatot. A másik gondolatunk pedig az volt, hogy a közösségi rendőrségi jegyében nyissunk egy ügyfélszolgálati pontot itt a lakótelepen, és annak nagyon örültünk, hogy ezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy egyben a hajléktalan szálló területén is. Ez azért fontos, mert ez egy kihelyezett ügyfélszolgálati pont, itt mindenki el tudja intézni az olyan dolgait, ami a rendőrségre tartozik, el tudja indítani legfeljebb. De nagyon fontos az, hogy nem kell beutazniuk a viszonylag távol található Haller utcai objektumban. Ez jó a lakóknak is, hisz bármikor fordulhatnak ide. Azért van egy kötött fogadóránk, ez minden héten kedden csütörtökön 5 és 7 óra között van, amikor csak a lakókat fogadják, a közötti megbízottak és más tevékenységet nem folytatnak. És másik irányból jó a szálló lakóinak is, hisz ők is bármilyen ügyes-bajos dolgaikat itt el tudják intézni. Remélhetőleg, hogy megnyugtató lesz a rendőri jelenlét, és persze nem csak megnyugtató, hanem hatékony is. Mit lehet most egyébként a lakók és az ott élő hajléktalanok viszonyáról tudni? Tehát kicsit csendesedett azért a helyzet? Hát jó, hogyha tőle megkérdezi, de valószínűleg legjobb, hogyha az ott élőket kérdezi meg, mert én sem tudhatok minden véleményt, de teljesen bizonyossággal állíthatom, hogy nagyon megnyugodott az ott élők többsége, és valóban nagy a rend és tisztaság, tehát sokkal jobb a helyzet, mint amire én is számítottam, tehát sokkal hamarabb konszolidálódott, mint én azt reméltem is, és ennek a körzeti megbízott irodának is tulajdonképpen ez lenne a funkciója, hogy közvetlenül kapják meg a rendőrök, a rendőrség az információkat, hogy mi az, amiben még erősíteni kell. Akkor majd egy néhány hónap múlva ehhez a témához visszatérünk, sőt ki is megyünk, forgatunk, és megnézzük, meghallgatjuk az ott élők véleményét is, hogy mennyire lett hatékony a rendőri jelenlét. Ezzel kapcsolatban is lesz egy kérdésünk, de most van valaki a vonal másik végén. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szomszéd Ferencné beszélek, a 9 kerület Tűzoltó utca 33A épületből. A polgármester úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy nagyon régen várunk már a Tűzoltó utca 33A épület felújítására. És hát ugye az is a probléma, hogy tavasztól őszig pincéből járnak föl a patkányok, a pince tele van szennyvízzel, a pincében nincsen áram, világítás, el van fertőzve a ház csótánnyal, nem beszélve arról, hogy többször szóltam a háznak a felügyeleti szerve, hogy a Lukas kukát például szállítsa el, és hát itt sajnos takarítási problémák is vannak. Itt több, tehát igen, szóval ezt szeretném. Tehát elsősorban a felújítás, és hát ezt nem tudom, hogy mondtam-e, hogy csótánnyal fertőzött az egész ház. Csótánnyal fertőzött. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és mindjárt hallhatja is polgármester úr válaszát. Viszont hallásra. Viszont hallásra, illetve jó estét kívánok. Természetesen a közös képviseletet ellátó feszofének fogom ezt jelezni, és a csótány és patkány nyírtást az pedig soron kívül, mint minden esetben el fogjuk végezni.
ezek azok a házak, amelyeknél nagyon pontosan meg kell határoznunk, hogy mennyit érdemes még idézelbe költeni rá, hiszen a rehabilitáció remélhetőleg ezeket a házakat is mihamarabb el fog érni. Ez ugye a tűzoltó 33 ház, a tűzoltó, illetve a Villa 37 C-nek a szomszéd épülete. Ezt a C-t már kezdjük kiüríteni, a tűzoltó utcai oldal is sorra fog kerülni, ha idén nem is, de jövőre vagy két év múlva bizonyosan. Visszatérve a körzeti megbízotti irodához, heti híreinkben már láthattak erről egy összeállítást. Facebookon reagált rá Szőke Andrea, aki azt kéri, hogy a Gyáli úton lévő 800-ak környékére is nézzenek be a rendőrök, mert oda is betévednek a hajléktalanok, és ott nem jó dolgokat tesznek. A Gyáli úton tovább a 800-ak főbejáratánál a nagy kapunál nincs világítás, és nem lehet látni. Úgy tudja Szőke Andrea, hogy ez az önkormányzathoz tartozik, tehát hogy az önkormányzat feladata, hogy a itteni világításról gondoskodjon. Attól függően, hogy közvilágítás vagy házvilágítás, de meg fogjuk vizsgálni. Nyilván most ezt nem fogjuk úgy hagyni. Meg fogják a kollégák tenni a égőcserét. Beszéltünk rehabilitációról, köztisztaságról, közbiztonságról, és ami még nagyon fontos, az a kultúra. Adásunk vége felé most Ferencváros első ezévi nagyobb kulturális rendezvényéről számolunk be. Ez a Kultúra Napjához kapcsolódó programsorozat volt, és utána egy kicsit beszélünk az ezévi kulturális tervekről is. Arra gondoltunk, hogy egyrészt valamennyi intézményünkben szeretnénk, ha történne valami, hogy ne feledkezzünk meg a különböző korosztályokról, és ne feledkezzünk meg a különböző műfajokról. Így állt össze ez a csokor. Valóban az a célunk, hogy minden intézményünkben történjen valami, és a másik cél, ami nem elhanyagolható szempont, hogy a ferencvárosi közreműködőket igyekeztünk bevonni ebbe a Kultúra Napi Fesztiválba, hiszen a Kultúra Napját egy egész fesztivál sorozattá bővítettük az idén. E-fesztivál sorozata a Ferencvárosi Régi Zene Együttes és az Ádám Jenő Zeneiskola növendékeinek ünnepi koncertjével kezdődött. Szintén a Ferencvárosi Művelődési Központban óriási élményben volt része azoknak, akik ellátogattak a Százhalombattai Forrás Néptánc Együttes fergeteges műsorára. Mindezeken túl a Dési Művelődési Házban meseelőadással, a Pince Galériában a Körösényi Szisztéma befejező negyedik kiállításával, a helytörténeti gyűjteményben vasúttörténeti előadással, a Pince Színházban pedig magyar darabokkal tisztelegtek a magyar kultúra előtt. Milyen baja van a lábunk? Semmilyen bajom sincs velük. A rendezvény sorozat befejező programja egy nagyszabású vállalkozás volt. Mint arról már többször beszámoltunk, hónapok óta lelkesen próbálták a ferencvárosi diákok Madács Imre az emberiség történelmén átívelő, a létezés nagy kérdéseit feszegető művét, az ember tragédiáját. A különböző színeket más-más iskola állította színpadra rendkívül egyedien és kreatívan. Így állt össze teljes egészé a mű, hirdetve a világ és benne az ember sokszínűségét. A Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvényekről Kultnegyed című műsorunkban részletesen is beszámolunk. Pénz, pénz! De jó modál! Mit foglaljátok
hes-hes az volt a vége, de hes-hes, mi még azért maradunk egy pár percig. Hát óriási élmény volt, azt kell, hogy mondanom, azt kell, hogy mondjam, a ember tragédiáját látni, meg a gyerekeknek a munkájának a gyümölcsét látni, mert tényleg nagyon ügyesek és kreatívak voltak, és itt el is mondanám, hogy február 3-án és 10-én is meg lehet tekinteni az előadást. Február 3-án 15 órától és 18 órától, február 10-én pedig 18 órától. Várják az előzetes jelentkezéseket, jegyigényléseket, méghozzá a 216-1300-as telefonszámon, illetve itt a Ferencvárosi Művelődési Központban, személyesen a Haller utca 27-ben. Higgyék el, nagyon jó, úgyhogy érdemes eljönni és érdemes megnézni. Polgármester úr milyen hangulatba szállt ki a székből az előadás után? A színház elérte a hatását, tehát katarzissal. A 9 iskola diákjai fantasztikus teljesítményt nyújtottak a 15 szín bemutatásával. Azt gondolom, hogy ennek folytatása kell, hogy legyen. Ilyen jó ötleteknek állunk elébe ezek után is. És ha valami ugye a kultúra meghatározásával órákig elbeszélgethetnénk, hogy mi a kultúra, ez bizonyosan a kultúrának egy nagyon fontos darabja, hogy ferencvárosi gyerekek, ferencvárosi iskolások előadják Madách nagyszerű színdarabját, amely hát egyrészt kötelező is, de valóban kötelező jelleggel érdemes végig gondolni egyszer-egyszer az emberiség történetét, és azt is ebből a darabból is, meg egyáltalán is ellesni tőlük, hogy hogyan lehetne szebb és jobb. Beszéljünk még nagyon röviden, arra kérném polgármester urat, hogy milyen szép és jó programok, milyen építő programok lesznek ebben az évben, mint itt Ferencvárosban, tehát a kulturális koncepció az idei évben hogyan fog alakulni? A költségvetéshez szintén egy kulturális programtervet állítottak össze a felelősök. Ezt fogja majd a képviselőtestület megvitatni, hogy mi ezekből. Ez nagyon sok oldal, több mint 60 rendezvénynek a terve szerepel benne az idén is. Mi azt szeretnénk továbbra is, hogy ahogy mondja a szakma, az eseménykultúra mentén haladjunk, tehát minél több rendezvényt, minél több helyszínen, minél több napot bevonva ebbe, és ingyen természetesen. Tehát azt szeretnénk, hogyha minél több, lehetőség szerint minden ferencvárosi hozzájutna azokhoz a kultúra szeletkékhez, darabkákhoz, legyen a színmű, színdarab, zenei előadás, de bármi, játszótéri szerdák programjában mesejátékok, hogy eljuthasson az emberekhez, azokhoz, akiknek a pénzéből ezt szervezzük. És hogy mik azok a konkrét programok, amik majd eljutnak a ferencvárosiakhoz, erről természetesen majd a jövőben fogunk részletesen is beszélni és tájékoztatni a nézőket. Még így az adás végén gyorsan két kérdés lenne, ami az elmúlt percekben érkezett. A Balázs Béla utca 28/B-ből érdeklődnek, hogy mi a terv a házzal, gondolom, hogy mikor lesz felújítva. A válasz szinte mindig ugyanaz, hogy abban a pillanatban, hogy lesz elég pénzünk, akkor erre is a tervekben benne van, nem az idei tervben, de abban a pillanatban, hogy lesz rá pénzünk, akkor arra is sor kerül. Mi is azt szeretnénk, hogyha már eltűnnének ezek a házak, ahol még mindig komfort nélküli, félkomfortos lakásokban tengődnek. Királyné Molnár Ilona kérdezi az Üllői útról, hogy a templom ugye épületével mi a helyzet, ugye a templom mellett közvetlenül van egy épület, erről is már sokat beszélgettünk. Az Örök Imádás templomról van szó, közben járt az agyam, hogy melyik templom is. Tehát, hogy mi a helyzet az ezzel a házzal. Öt templomunk közül, kettő az Üllői úton van, igen. Igen, igen. De ez az Örök Imádásról kapcsolatos a kérdés. Hát, ha konkrétabb lett volna a kérdés, konkrétabban tudnék válaszolni. Ez is abban a sorba tartozik, amelyben ezek a lakások a templom jobb és bal oldalán található oldal szárnyakban, oldalépületekben található lakások, önkormányzati bérlakások. Itt is pénz kell ezeknek a felújításához, fűtéskorszerűsítéséhez, hiszen itt még villanyfűtés van ezekben a lakásokban, hiszen a kéményrendszer is olyan elavult, hogy a vegyes fűtés sem engedélyezett. Nagyon-nagyon sok pénz kellene ahhoz, hogy itt teljes felújítás legyen. Sorban állás van, türelmet kérünk.
Köszönjük szépen polgármester úrnak a válaszokat, önöknek pedig a kérdéseket, 218-21-21-es a telefonszámunk. Természetesen várjuk továbbra is a kérdéseket, arra kérjük önöket, hogy mindig a konkrét kérdést mondják rá üzenet rögzítőnkre, és ahogy ezt a mai adásban tettük, ezt tesszük majd a februáriban is, vagyis továbbítani fogjuk polgármester úrnak. Önnek köszönöm még egyszer, hogy itt volt, további kellemes hetet, jó pihenést kívánok önnek és önöknek is, viszontlátásra. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, én is jó pihenést és jó hetet, hónapot erre a hónapra is Ferencvárosnak.